Egyórás csúszással ugyan, de megnyitották a fehérvári zenei napok kapuit a közönség előtt. Zuhogó eső és hideg, ez jellemezte az időjárást. A kapuk előtt több száz méteres sor várt a bebocsátásra. A beléptetés a kezdeti nehézségek után indult csak be. Busa Szabolcs például annak örült, hogy nem vett elővételes jegyet, mert a helyszínen vásároltal gyorsabban jutott be. Megérte nem elővételbe venni a jegyet tulajdonképpen. Mert most így gyorsabb volt? Hát sokkal. Fél négykor indultak a koncertek, idén kétszer annyi elővételes jegy fogyott, mint a korábbi években. Az emberek többsége a nagy színpados produkciók miatt látogatott el a fesztiválra. Kalapács, Ocean Lord, nagy színpad, én a Dream Theater főleg. A nagy színpadon indultak a nyitónap koncertjei, az eddigi évek hagyományaihoz hülyen a Kalapács zenekarral. Mint ahogy az együttes frontembere, Kalapács József mondja, szeret ide járni, mert mindig jó hangulatúak a fehérvári koncertjeik. Nem csak a zenészek, hanem a közönség részéről is szerintem jó az ellátás, tehát ez azért relatív ritka. Az idei év sztárzenekara az amerikai progresszív metalt játszó Dream Theater. Az ő koncertjükre több ezer embert várnak a szervezők. A mögöttem látható nagy színpadon nemrég kezdte el a koncertjét és nyitotta meg a fesztivált a Kalapács zenekar. Ugyanezen a színpadon fél tízkor az idei fesztivál sztárvendége a Dream Theater zenekar játszik majd. Lehetőleg több ezres tömeg előtt, már hogyha az idő is engedi, a Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.